szenteltessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves híveket. Felújított templomunk ünnepélyes megáldása és átadása alkalmából. Kiemelt tisztelettel, szívből köszöntöm a bíboros úr képviseletében főtisztelendő Székely János püspökatyát. Igen nagy öröm számunkra, hogy templomunk megáldását volt szíves elfogadni. Isten hozta püspökatyát Tarjánban. Köszöntöm Jakab István tiszteletes urat és kedves nejét, Enikő tiszteletes asszonyt. Köszöntöm Lakatosné Vörös Márta okleveles építészmérnök, felelős műszaki vezető asszonyt. Köszöntöm a cégvezető urakat és hölgyet, akik a templom felújítását végezték. Köszöntöm Jeli János urat, Tarján község polgármesterét, Borsné Tolnai Máriát, Tarján község jegyzőasszonyát. Köszöntöm az egyházi és a polgári képviselőtestület tagjait. És végül köszöntöm a templom búcsúra érkezett kedves híveket és vendégeket. Főtisztelendő püspökatya, tisztelettel megkérem, áldja meg felújított templomunkat. Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök én is mindenkit, akik a templom felújításának az alkalmából erre a mai ünnepre eljöttek. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik ezt a gyönyörű megújulást lehetővé tették. Külön szeretném kiemelni a hívek nagy lelkűségét és adományait, akik megmutatták, hogy számukra ez a templom fontos és drága. A hitünk iránti szeretet és a hazaszeretetünk elsősorban nem szép szavakból kell, hogy álljon, hanem mindenek előtt tettekből, amelyekkel az ember megmutatja, hogy fontos számára a faluja, a temploma. Fontos számára az őseink által épített kincs. És fontos számunkra az az örökség, amit itt hátra hagyunk. A hit és hazaszeretet elsősorban abban áll, hogy leteszünk valamit a közös asztalra. Nem azért, mert megfizetik. Nem azért, mert megtapsolják, hanem felelősség tudatból és nagy lelkűségből. A templom tornya az ég felé mutat. Jelzi ezzel azt a kapcsolatot, ami az embert összeköti a Teremtőjével. Jelzi a Teremtő Istennek a jelenlétét és erejét, aki megalkotta ezt a gyönyörű, csodaszép világot. Aki lehetővé tette azt, hogy az élettelemből előjöjjön az élet. Az élők közül előjöjjön az ember. A templom tornya jelzi azt a szálat, ami az embert az Istenhez köti. Ami minket az állatvilágból kiemelt. Ami az embert valóban emberré teszi. Jelzi ezt a fölfelé ható gravitációt. Ami az életünket valóban emberhez méltóvá teheti. A templom hajója, a teste pedig kifejezi azt, hogy az Isten szeretet mindannyiunkat egy családdá tesz, egybe kapcsol. A templom hajója, mint anyaöl, mindannyiunkat befogad. És ez a két irány, az ég felé mutató irány és a minket összeölelő, egybeölelő templomhajó egymástól elválaszthatatlanok. Pontosan azáltal, hogy az ember az Isten felé emelkedik, hogy az önzésünkön, önmagunkon túlemelkedünk. Pont ezáltal leszünk képesek egymást igazán és hitelesen szeretni. A szimpátiákon és unszimpátiákon túllépni. A pusztán vérségi szálakon is túllépni. A pusztán nemzeti korlátokon is túllépni. És válunk Isten családjává, válunk valóban testvérekké. A templom tornya és a templom hajója ezt szimbolizálja. A mai napon hálát adunk ezért a templomért.
Hálát adunk azért, hogy Isten itt lakik közöttünk. Örömét leli abban, hogy az emberek között lakjon ki. Hálát adunk, hogy itt lakik ebben a községben is. És imádkozunk azért, hogy ez a templom forrása legyen, táplálója legyen az Isten és ember szeretetnek. Segítsen mindannyiunkat abban, hogy emberhez méltóan, szépen, becsületben, nagylelkűen éljünk. Az Úr legyen veletek! Urunk, hallgass meg könyörgésünket! És a mi kiáltásunk! Könyörögjünk! Mindenható Urunk Istenünk! Hálát adunk neked, hogy végtelen szeretettel alkottad ezt a gyönyörű világot. És hálát adunk azért, hogy örömödet leled az emberek között lakni. Hálát adunk, hogy itt laksz ebben a községben is. Hálát adunk, hogy az emberek házai között őrizhetjük a te házadat. Jelenlétednek és szeretetednek jelét. Áld meg ezt a megújult templomot. Legyen helye annak a hitnek, amely segíti kisgyermekeinket a hit útján, hogy megtanulhassák és átélhessék itt, hogy az életük értelmes és nem céltalan, hogy te alkottad a világ mindenséget, és hozzád térhetnek majd haza. Itt tanulhassák tisztelni és szeretni a szüleiket, itt nőhessenek becsületes emberekké. Legyen ez a templom a családi és a házastársi szeretet kötelékének őrzője, ahol a fiatalok örök hűséget fogadnak egymásnak, és ezt az igent aztán nap mint nap újra megerősítik. Itt kapnak új erőt a szeretethez és a hűséghez. Ebben a templomban búcsúznak a község lakói elhunytjaiktól. Tegyék ezt abban a reményben, hogy az életüknek te benned lesz beteljesedése, hazaérkezése. Áld meg, Urunk, mindazokat, akik ezt a templomot szeretik, akik áldozatot hoznak érte. Áld meg ezt a községet, légy az itt lakókkal örömeikben és fájdalmaikban. Add, hogy ebben a templomban hitük és szeretetük növekedjen és erősödjék Krisztus a mi Úrunk által. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által kiírt és megnyert 5 millió forintos pályázat után 2003-ban kezdődhetett meg. A torony tartó szerkezetének megerősítése után a torony sisak részhéjazatot kapott. Ekkor kerültek fel a tűzrománc óralapok is. 2004-ben az önkormányzattal karöltve indultunk a szapart pályázaton. Sajnos forrás hiány miatt pályázatunkat elutasították. 2005-ben önerőből elkészült a padfűtés. 2006-tól az Esztergom Budapesti Érsekség pályázatait elnyerve gőzerőben folytatódhatott a renoválás, a szapart pályázatra elkészített tervdokumentáció és engedélyek szerint. Még ebben az évben elkészült templomunk külső és belső villámvédelme. 2007-ben a tetőszerkezet megerősítés követően templomunk pala helyett cseréptetés kapott és új csatornát. A munkálatok a nyilvánszáró cserékkel, a kő restaurátori
és a külső vakolással folytatotta. A legvégén a külső festés tette igen szépé lelki otthonunkat. S végül az idén került sor a templom előtti és körüli tíz burkolat kivitelezésére, a templom tér parkosítására, a templom előtti keresztény szobrok felújítására, valamint a toronykora beüzemelésére. A teljes felújítás összege 56,7 millió forint, amelyből 38 millió forint érseki, 5 millió forint állami támogatás és 13,7 millió forint önrész. A köszönet nyilvánításon következnek. Leginkább a Jóistennek tartozunk hálával, aki a Teremtő, aki lehetőséget és erőt adott. A sok-sok nehézség és küzdelem ellenére is megtapasztalhattuk az Úristen gondviselését. Istennek legyen ezért hála. Hálás köszönet az Esztergom Budapesti Érsekség 38 millió forintos nagylelkű támogatásáért. Külön köszönöm Mikoros úr személyes közbenjárását, aki a kezdetektől fogva szívügyének tekintette a Tarjáni templom felújítását. Köszönöm dr. Varga Imre érseki vagyonkezelő kanonok úr szolgálatát és a nyáron elmúlt Marosi Gábor vagyonkezelő helyettes főépítész lelkiismeretes munkáját és felelős műszaki vezetését. Nyugodjék békében. Köszönet Besenyi László tervező statikus munkájáért. Köszönet Lakatosné Vörös Márta okleveles építészmérnök felelős műszaki vezetéséért és térrendezési tervéért. Köszönet a kivitelező cégek gondos munkájáért, név szerint is, Bárdok Bété, György Lajos ácsmester, Pól István bárdogos, a Megabat, a Straubinger, a Kvázimódó Kft., Tóth Attila asztalos, Zahra András és Fasz György kőrestaurátorok, M plusz M Festum díszítő BD és Major Tímea vállalkozó. Köszönet a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának is. Köszönet Tarján község önkormányzatának, polgármestereinek, szoktak 13,7 millió forintos szíves pénzadományáért. Köszönöm a különféle munkafelajánlásokat. Hát mindenek előtt szomszédaimnak mondok hálás köszönetet, Müller János bácsinak és Katinélinek köszönöm a munkáját és szolgálatkészségét. Megfizethetetlen, amivel ők támogattak engem és a templom. Továbbá köszönöm a következőknek, Treszli András, Berbarnem János, Keszpan József, Hornyán Lajos, Harmad Zoltán, Martin András, Próli Béla, Treszli Ferenc, Schmidt Vilmos, Minger Otto, Mészáros István és Schneider György uraknak. Köszönet az egyházi képviselőtestületi tagoknak és mindazon testvéreknek, akik munkafelajánlásaikkal, adományaikkal bármilyen módon is hozzájárultak a felújításhoz, a templom, valamint környezetének rendbetételéhez. S végül megköszönöm a kedvesének hívek imádságát. Kedves testvérek, a Tarjáni Szent György templom a nagy akaraterőnek és összefogásnak köszönhetően mostanra megújult. Bízom benne, hogy plébánián, községünk lelki élete, hitélete is megújul, és egyre több embernek lesz Isten háza, lelki otthona ez a templom. Köszönöm kitüntető figyelmüket. Főtisztelendő püspök atya, most pedig tisztelettel megkérem a Szent Mise áldozat bemutatására. Adjunk hálás, adjunk
közösen hálát a jó Istennek. Békesség nektek! A szentmise kezdetét tekintsünk magunkban. Az özvegyet és árvát ne sanyargassátok. Ha sanyargatjátok őket, s ők hozzánk kiáltanak, meghallom panaszukat, és fellobban haragom. Kard által veszítelek el benneteket, hogy asszonyaitok özvegyek, gyermekeitek árvák legyenek. Ha a népemből való szegénynek, aki közöttet él, pénzt kölcsönözöl, ne viselkedj vele szemben uzsorás módjára. Ne követelj tőle kamatot. Ha embertársad köntösét zálogba veszed, napszállt akkor add vissza neki, hisz ez az egyetlen takarója, amelybe beburkolja testét. Különben mivel takaróznak? Ha hozzám kiállt, meghallgatom, mert irgalmas vagyok. Ez az Isten igéje. Tanítást a sok nehézség ellenére is a Szentlélek örömével fogadtátok, és így Makedóniában és Achaiában minden hívőnek példaképei lettetek. Istenben vetett hitedek mindenütt ismerté vált, ezért nem is kell róla beszélni. Az emberek maguktól mondják el, hogyan fogadtatok minket, hogyan fordultatok a bárványoktól az Istenhez, hogy az élő és az igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok a mennyből fiát, Jézus, akit a halálból feltámasztott, s aki megment minket az eljövendő haragtól. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük egy törvénytudó alattom a szándékkal a következő kérdést tette föl neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták. Ezek az evangéliumi idéi. Áldjon téged, Krisztus! Testvérek! Krisztus a mai evangéliumban a szeretet két nagy parancsáról tanít. Az Isten és az ember iránti szeretetről. És ez a két parancsolat egymástól elválaszthatatlanak. Egybe tartoznak. Az Isten szeretetnek egy kicsit szimbóluma, ahogyan mondtuk, a templomunk ég felé mutató tornya. Ami jelzi azt a szálat, ami minket az Úristenhez köt. A Teremtővel való kapcsolatunkat. Azt a szálat, ami az ember önmaga fölé emelheti. Ami az önzésünkön túl emel. Ami kiemelte az embert valaha az állatvilágból. Ami az ember életét valóban emberhez méltóvá teszi. A templomunk tornya szimbóluma az Isten iránti szeretetnek. És pontosan ez a szeretet teszi azt lehetővé,
hogy az ember önzetlen legyen, nagy lelkű legyen, hogy tudja szeretni a fele barátját. Ez a két szeretet egymástól elválaszthatatlan. Sokan úgy gondolták és úgy gondolják, hogy az Isten szeretet az embert elszakítja a Földtől. Elvonja a figyelmünket a földi dolgokról. Ha az ember túlságosan sokat gondol a mennyre, akkor megfeledkezik a földi dolgokról, nem tudja azokat kellőképpen értékelni. Sokan azt gondolják, hogy a vallás az embert elidegeníti a földi világtól. Egy hamis álvalóságba álmodja bele magát az ember, és elveszíti a realitást, a földi dolgok iránti érzékét. Sokan azt gondolták, hogy az embert meg kell szabadítani a vallástól, ahhoz, hogy a földi dolgokat igazán értékelni szeretni tudja. Valójában ennek pontosan az ellenkezője igaz. Minél inkább valaki hitelesen kapcsolatban szerető Istennel, annál inkább fogja tudni szeretni, értékelni ezt a földi világot. Hogy mennyire így van ez, hadd próbáljam ezt megmutatni néhány ember életsorsában, példájában. Gonzága Szent Alajos egy tiszta lelkű, végtelenül boldog kispap volt, Rómában készült a papi hivatására. Az Isten szeretetében élő ember volt. Egyik alkalommal kispapok beszélgettek arról, hogy ki mit tenne, ha megtudná, hogy egy fél órán belül meg kell halnia. És sokfélét mondtak. Kispapok volt, aki azt mondta, hogy gyorsan szaladna gyónni. Valaki azt mondta, hogy befoglalna egy-két imádságot. Amikor Alajosra került a sor, ő elmosolyodott, azt mondta, én tovább biliárdoznék, éppen akkor biliárdoztak, amikor ez a kérdés fölmerült, azt mondta, tovább biliárdoznék. Az örökké valóság igézetében élt, bármikor kész lett volna a halál kapuján átlépni, az Isten jelenlétében élő ember volt. De ez egyáltalán nem idegenítette őt el a földi világtól. Ahogy ez néhány hónappal később be is bizonyosodott. Rómában kitört a pestis járvány. Mindenki fejvesztve menekült, az orvosokkal az élen. Az emberek igen gyakran a saját hozzátartozóikat, családtagjaikat tették ki az útszélre, rettegtek ettől a betegségtől. A betegek ott hevertek kint az utcán. Sok ember nem is a betegségtől halt meg, hanem az éhségtől és a szomjúságtól, ahogyan senki nem volt, aki törődjön vele. A szemináriumból is minden kispapot hazaküldtek. Alajos könyörgött azért, hogy maradhasson. És végül megengedték neki. És elkezdte ezeket az embereket az útszélről felszedegetni. Enni, inni vitt nekik. Nagyon sok ember életét ő mentette meg. És aztán megkapta a betegséget. Egészen fiatalon az életét áldozta. A betegekért, hajdoklókért. A hite egyáltalán nem idegenítette őt el a világtól, hanem pontosan a hite adott neki erőt ahhoz, hogy a végsőkig szeressen, hogy nagyon nehéz körülmények között is ember tudjon maradni. De ugyanezt tapasztaljuk Teréz anya nővéreinél is. Teréz anya nővérei minden hajnalban a napjukat szentségimádással kezdik. Egy órát Krisztus előtt csöndességben töltenek. És igen gyakran Teréz anya ezzel küldte a nővéreket aztán a napi munkára. És azt mondta nekik, most menjetek és folytassátok azt, amit itt a templomban tettetek.
Mert amikor a leprás testét, vagy a haldokló testét érintitek, akkor valójában Krisztus testét érintitek, és őneki szolgáltok. Azért tudnak Tereza nővérei olyan hősies áldozattal szolgálni, mert Krisztust látják minden emberben, mert látják minden embernek a végtelen emberi méltóságát. A 20. században igen sok olyan ideológia támadt itt Európában, amelyik azt mondta, hogy a vallást és Istent meg kell szüntetni, el kell pusztítani. Ahhoz, hogy az ember önmagára találhasson, ahhoz a vallást el kell pusztítani. Ilyen volt a kommunizmus, és ilyen volt a hitleri náci ideológia is. Mind a kettő gyökeresen Isten ellenes. Azt gondolták, hogy az ember akkor lehet nagyjá, akkor lehet az emberi világot, az egyenlőség világát fölépíteni. Az Istent valahogyan elpusztítjuk. Döbbenetes volt látni és sokak számára átélni azt, ami mindenből fakadt. Egyáltalán nem az ember fölmagasztalása fakadt belőle, hanem pontosan az emberi méltóság soha addig nem látott forgatódása, megszűnése. Emberek millióit áldozták föl. Látszólagos, mondva csinált nagy történelmi célok érdekében. Valójában igen gyakran a hatalmon levők hatalmának a megtartása érdekében. Az ember föláldozható eszköz lett. Csak a sztálini diktatúrának a Szovjetunióban körülbelül 11 millió áldozata volt. Az ember föláldozható eszköz lett. Egy faj egyede, biológiai érték, amit esetleg úgy nevezett magasabb rendű célokért föl lehet áldozni. Az emberi méltóság egyedüli, végső és igazi alapja és forrása a Teremtő Istenben van. Csak hogyha az ember tudja azt, hogy ő nem egyszerűen biológiai érték, nem csak különlegesen kis állat, nem csak egy faj egyede, hanem az ember a Teremtő Istennek a csodája. Ő hozzá tartozunk. Ő végtelen szeretettel szeret minden egyes embert, és ezért minden ember végtelen tiszteletet érdemel és követel. Mert a Teremtő Isten számára végtelenül értékes. Amíg meg sem született az édesanyja méhében levő kicsi csecsemő. Éppen úgy, mint a fogyatékos ember, a beteg. Éppen úgy, mint az idős ember. Az Isten számára végtelenül értékes. Az emberi méltóságnak egyetlen és igazi végső alapja a Teremtő Istennek van. Csak ha a templom tornya áll, és fölfelé tudja emelni az embert és a tekintetünket, akkor tud az ember embernek megmaradni. Csak amíg megvan az a fölfelé ható gravitáció. Ha az ember ezt a szálat elvárja, akkor sajnos az egymás közötti szálak is összegava jönnek. Ahogyan híres mesében a pókról, aki leereszkedik egy nagy fáról, egy vastag pókháló szálon, és aztán megszövi a hálóját, a végén végignézi a háló szálait, látja, hogy ez a szál sehova nem vezet. Látszólagosan fölösleges, elvágja ezt a szálat, és a pókháló abban a pillanatban összeomlik. Ha az ember elvágja ezt a szálat, ami őt odaföntre köti, akkor az egymáshoz kötődő szálak is összegabajonnak. Két szeretet egymástól elválaszthatatlan. Egy asszonynak igen rosszul kezdődött a napja, és úgy tűnt, hogy nagyon rosszul fog végződni is. Rengetegen álltak a
buszmegállóban. Aztán a buszon is nagy dolongás volt, az emberek keserűen néztek maguk elé. És akkor a busz eleje felől megszólalt egy erős férfi hang, amely azt mondta, szép napunk van, nem igaz? Az emberek fölkapták a fejüket, meglepődtek, de a férfi tovább beszélt. Azt mondta, nézzen meg csak ki az ablakon, milyen gyönyörű az őszi táj. Épp most megyünk át a kicsi hídon. Itt van jobb oldaltól a park, a templom kertje. Egyre többen kezdtek ténylegesen kinézni az autóbusz ablakán. Akkora volt a lelkesedés, hogy az asszony is először azon a napon elmosolyodott. Elhatározta, hogy mielőtt leszállna, megnézi, hogy ki volt, aki beszélt hozzájuk. Előre ügyeskedett az autóbuszban, és ahogyan lelépett, látta, hogy a legelső széken egy kicsit pocakos, szakállas ember ül. Ő volt, aki beszélt. A szemén teljesen lezárt szemüveg volt, a kezében fehér volt. Az ember teljesen vak volt. Az asszony döbbenten szállt le. Isten egy vakot küldött neki, hogy megtanítsa látni. Árul néhány másodpercig ott a buszmegállóban. Aztán lassan elindult hazafelé. Nézte a gyönyörűen lemenő napot, a felhőket. Alig várta, hogy hazaérjen. A férje ajtót nyisson neki. Ő megölelhesse, és megkérdezze tőle, szép napunk van, nem igaz? A hit megtanít másképpen látni az életünket. Megtanít másképpen látni egymást. Megtanít arra, hogy fölismerjük, mennyi mindent kaptunk ingyenesen. Ingyen kaptuk magát ezt a gyönyörű világot. A szüleink, a nagyszüleink szeretetét. És arra kaptuk, hogy egyszer, hogy mi is épp ilyen bőkezűen adjuk tovább. Az ember akkor lesz boldog, ha sikerül odaadni meg az életét. Ez a templom ennek a kettős szeretetnek, az Isten és ember szeretetnek a háza. Ennek a kettős kapocsnak az őrizője, az építője. Annak a szeretetnek még igen gyakran reménytelen helyzetekben is, elrontott helyzetekben is. Kiutat tud tenni, sebeket tud újjá teremteni, sebeket tud begyógyítani. Hadd idézzek föl befejezésül ezzel kapcsolatban egy esetet, amely Budapesten történt. Egy lelkészhez jött egy asszony, kétségbe esve mesélte az életét, és mondta, kétszeresen elvált asszony vagyok, és mind a két házasságom az édesanyám miatt ment tönkre. Nem tudta elvárni ezt a lelki köldökzsinort, ami minket összekötött, és egyik férjem sem tudta ezt elviselni, hogy én csak az édesanyám kislánya vagyok, nem pedig feleség. Merem állítani, hogy mind a ketten ő előle menekültek el. Most pedig, mondja az asszony, édesanyámmal együtt lakunk kettesben egy kicsi lakásban, pattanásig feszült légkörben. Szörnyű kimondani is, néhány hónapja döbbentem rá, hogy gyűlölöm az anyámat. A kétszeresen is tönkretett életemért. De arra is rájöttem, hogy ez a gyűlölet engem pusztít. Nem tudok aludni, fáj a fejem, fáj a gyomrom. Mit tegyek? A lelkész, akivel beszélt, megkérdezte tőle, mit tett eddig,
Mire az asszony azt mondta, imádkoztam, hogy szeretni tudjam. A lelkész mondta, biztosan azt várta, hogy valami kellemes érzés átjárja majd a szíve tájékát, és könnyű lesz az édesanyját szeretni. Valóban a tetteink általában az érzéseinkből fakadnak. De néha először kell cselekedni, és utána megjönnek az érzések is. Ha orvos lennék, és fölírnék magának egy receptet, elfogadnád? A lelkész bólintott, a lelkész elkezdte diktálni. Hétfőn reggel, amikor az édesanyja fölkel, köszönjön neki kedvesen, kérdezze meg, hogy aludt. Kedden takarítsa ki az ő szobáját is. Szerdán vegyen neki két szelet süteményt. Csütörtökön hívja el sétálni, és hazafelé minden féléről kérdezgessen, és hagyja, hogy ő csak is ő beszéljen. Pénteken kérje meg, hogy főzzenek együtt túros gombócot, mert ezt ő olyan jól tudja. Szombaton kérje meg, hogy énekelje el azt a régi éneket, ami gyerekkorában annyira szeretett hallani. És vasárnap este, ha már elaludt, takargassa be, és csókolja meg a homlokát. Az asszony fölzisszent, a csók is kell, kérdezte. Akkor már hónapok óta nem csókolta meg az édesanyját. Aztán elment, hetekig nem jelentkezett. De aztán később egyik hétfőn reggel csöngött a lelkésznél a telefon. Az asszony volt az, meghatott hangon mondta, képzelje, tegnap este, amikor mentem, hogy betakargassam, anyám, ez a hideg és kemény asszony, épp volt, várt. Fejemet az arcába szorította, éreztem, hogy sír, és azt mondta nekem, de jó volt hozzám mostanában. Akkor sok év óta újra éreztem, hogy szeretem az anyámat. Köszönöm. Adja oda másnak is ezt a receptet. Ez Jézus receptje az életünkre. Végtelenül egyszerű. Csak használnunk kellene. Változni körülöttünk a világ. Ennek a kettős szeretetnek őrizője, hordozója ez a templom, amelynek a megújulásáért mai napon közösen hálát adunk. Áld meg, Urunk, 16. Benedek pápánkat, segíts püspökeinket és papjainkat, tartsd meg kegyelmedben egyházmegyénket és plébániánkat. Hallgass meg, Urunk! Áld meg, Urunk, a keresztény családokat, és támasz belőlünk szent papi és szerzetes igazgatásokat. Hallgass meg! Imádkozzunk mindazokért, akik áldozatot hoztak felújított templomunkért, adományaikkal és munkájukkal. Hallgass meg, Urunk! Imádkozzunk kedves vendégeinkért, plébániánk minden családjáért. Uralkodjék bennük szeretet, lakozzék hallékukban békesség, tisztelettudás és boldogság. Hallgass meg, Urunk! Imádkozzunk elhunyt szeretteinkért, Szent György vértanú, templomunk védőszentjének közbenjárása által legyen osztályrészünk az örök boldogság és a dicsőséges feltámadás. Hallgass meg!
valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, áldozd le rá a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szentelésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek van nekik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kenyeret is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem helye, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és mindenkiért kiontatok a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Önmagunkban túl látó és túl lépő szeretet, amíg megvan bennünk ez a lehetőség.
látni a minisztránsoknak és a szép szolgálatának, és külön köszönöm eszembe, juttatták azt az időt, amikor én is 4-5 éves koromtól kezdve szinte lakni a tárgyal, a szolgálatának. Isten Isten Úr! Nagy szeretettel köszöntöm Önt, Tarján Községi Kormányzata, a Tarján és Községi Matulikus Időjük nevében. Köszönjük szépen, hogy eljött és megszentelte a teljesen felújított templomunkat. Kérjük Önt, hogy tolmácsolja mélyen tisztelt Miklósunknak a tarjáni hívők hálát, amiért anyagilag lehetővé tette ezt a csodát. Ígérjük, hogy minden napi imáinkkal, Isten tiszteleten való tanúságtétellel, úgy mint eddig, példát mutatunk. Minden tettünket kísérje a alázat és az egymás iránti érzelmi szeretet. Híreik alázatát és a templom iránti szeretetét sem bizonyítja jobban, mint hogy az önrészt mindig biztosították. Bízunk Isten kegyelmében, bízunk abban, hogy mi és idősegjeink sokáig találkozhassanak ezen a szentélyen. És kérjük a Jóisten, hogy fiataljainknak, kinek a helye üresen van most, gyermekeinknek, mielőtt is a kis szívét. Jóisten, hogy örvendességeink. Tisztelt Isten úr! Köszönjük szépen a szép szemözédet, és azt kívánjuk Önnek, hogy még sok ilyen többségen lehessen részt. A Jóisten dicséretében. Az elkövetkező órákban érezzed magát otthon már. Kérem, hogy egy szép nap emlékére egy szegény ajándékot fogadjon el tőlük. Igazi meglepetés volt ez számomra. Hálásan köszönöm. Az Úr legyen veletek. Legyen áldott az Úr neve. Az Úr a mi segítségünk. Aki az eget és a sötétben hallgatná. Áldja meg titeket az Úr és oltalmazom. Ragyogtassa rátok arcát. Legyen hozzátok irgalmas. Fordítsa felétek tekintetét, és adjon nektek békességet. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Szentlése véget ért, mondjuk áldást az Úrnak. Isten.